Nézték a műsort, és furcsa dolgot fogtak látni. Ezek az emberek ittak, méghozzá alkoholt. Az alkohol, ahogy bekerül a szervezetünkbe, elég furcsa dolgot fog művelni, és ennek fogják majd látni a tanúbizonyságát. Az alkohol megváltoztat, méghozzá úgy fog bennünket megváltoztatni, hogy ebben a változási folyamatban már nem fogunk tudni beleszólni. És innentől kezdődik a baj. Úgyhogy tartsák be a keretrendszert, és ha nincs harmadik, akkor nyugodtan és bátran fogyaszthatnak alkoholt. Kezdjük úgy, hogy... Kezdjük... Belemett a pohárba. Azt a k***ját. Bodár Sándor vagyok. Sziasztok! Még egyszer Bodár Sándor vagyok. Én már itt egészen jól érzem magam, de remélem, hogy ti is. Miről fogsz ma este beszélni, Sándor? Felfedem a titkot egy nagyon-nagyon furcsa, nem mondanám, hogy összeesküvés elméletről, inkább úgy mondanám, hogy a hiteles története az 1848-as márciusi forradalomnak, amit mi úgy éltünk meg, hogy nagy, és egyébként tényleg az is volt. Úgy kell az egészet felfogni, hogy gyakorlatilag... A történelem nagy pillanatait mindig megelőzte egy nagyon-nagyon súlyos elhajlás. De akkor egy kicsit kell még segíteni rajta, hiszen a márciusi ifjak is ugyanezt csinálták. Itt vagyunk az akkori Pesten, bemegyünk a Pilvaxba. A márciusi ifjak itt tömörültek, itt ismerkedtek meg egymással. Jókai, Petőfi, Vasvári, Bojovszki, és még sorolhatnám. Figyelj, kitaláltam. Bécs is készül, meg ezek a szerb szabad csapatok, hogy megszerveznek egy mocskos forradalmat. De mi meg túlteszünk rajtuk. Eszméletlen forradalom lesz 19-én. Azért, mert Petőfi szerint ez jó rímel. Az be, hogy Jókai rátért a kedvenc kajájára. 14-én, ne felejtsük el a pillanatot, 14-én, majd mivel dupla adagot kért, mocskosokat ivott rá. És ettől, hogy úgy mondjam, gyakorlatilag állva vitték haza, mert még el se fektették. Elkezdtek morfondírozni, hogy mi lenne akkor, hogyha kiparintanánk ezzel a Jókaival. Menjünk el hozzá holnap, azt mondjuk azt, hogy átítod. Átittad a forradalmat, 20-a van a életben. És ugye így is döntöttek, 15-én reggel elmentek Jókaihoz, nem kopogtattak, rúgdosták az ajtót. Jókai az szörnyű állapotban volt. Ő egyrészt azt tudni kell Jókairól, hogy borzasztó életet élt, kettő nő vette körül. Nem elég, hogy a felesége folyamatosan ott sertepertélt körülötte, és bármikor esetleg egy kicsit oldalon nézett, akkor már a felesége csak ennyit mondott, tetszik, amit látsz meg. Pedig csak a kredencet figyeltem, hogy a tüzet, hogy jól ég. Érted? Tetszik, amit látsz? És ugyanakkor az anyja meg csak ennyit mondott, szegény gyerek, ugye, hogy igazam van. Ugye, és akkor ez a két nő körülvette, tehát Jókai gyakorlatilag fingaján meg. Csoda, hogy belemenekült az italba. És ugye persze túlítta egy kicsit magát, úgyhogy teljesen természetes volt, hogy amikor rúgdosták az ajtót, olyan fejszerkezettel ment ki, hogy szinte alig ismerték meg. Úgyhogy Petőfi csak így nézett, hogy bocsánat, elnézést kérek, Jókaiék itthon vannak? És ugye Jókai még csak annyit, hogy normális regy, hát nem ismersz meg Petrovics. Amikor egy kicsit már alkohol befolyásoltság alatt álltak, akkor Jókai folyamatosan Petőfit Petrovicsozta. Pontosan tudta, hogy nyugodtan megteheti, hiszen nem tudja Petőfi megfejelni, mert eddig ér neki. Hát átítod az éjszakát a k***a életbe! Átítod! 20-a van! Vége van a forradalomnak! Na most ettől Jókai teljesen bebolondult, de nem azért, mert vége van a forradalomnak, hanem azért, mert nem teljesítette a tervet, ugye? Mert annyit kértek tőle, hogy vakarjál meg 24 pontot. Az pont 12 volt meg, megpróbált kitérő válaszokat adni, hogy jó, meg és akkor mi van? És ennyit mondtak, hogy a szerb szabadcsapatok előre hozták Bécsbe a forradalmat,
Úgyhogy ők már lejátszották, nekünk is menni kell. Érted? Ugye, mert most már nem tudták eldönteni, hogy most hanyadika van. Na most vissza kellett menni a Pilovaxba, hogy eldöntsék, mert ott volt egy hiteles ember Pilovax, akinek csak ennyibe került, és letépett egy cetlit, azt mondja, 15. Akkor 15 lesz. Most már mindegy, hogyha nem rímel, akkor is 15-e van. Na most én azt mondom, hogy most már megiszom ezt a jeget. Március 15-én gyakorlatilag mégis elindult a forradalom. Nem indult volna el, mert Jókai azért föltette a mentőkérdést, ugye? Mert már semmi érvet nem tudott felhozni. Semmit. Ez így kinézett így az ablakon, aztán így mondott, de hát esik. És Petőfi, Vaspárének, Bujoszk is kinéztek, ezt így összenéztek így egymást, hogy meg esik azt a k***ját. De hát mindegy, mert az elhatározás, érted? Úgy döntöttek, hogy akkor gyerünk. Viszont mire ezt ott bent hárman vagy négyen kitárgyalták, odakint a Pilovax előtt egy olyan 16 ezer ember sorakozott föl. Ugye, Jókait elkapta a tűz. Petőfiék meg elindultak kiszabadítani Táncsicsot. De előtte átpattant az agyukon, hogy nem jó. Nem tudjuk kiszabadítani, mert még nem nyomtuk ki a röplapokat. És ugye ezért kellett elmenni a mindegy, teljesen nyomdába, ahová elvonultak testületileg, ugye berúgosták az ajtót, Petőfi elmondott egy kisebb verset, majd közölt, hogy nem tudom elszavalni a nemzeti dalt, hogyha nem lesz kinyomtatva. Be. Tehát ő Hecken azt, ő mindent kitalált, hogy most nincsen papír, hogy most nincsen ezé. Majd megérkezett Landerer, aki gyakorlatilag annyit tudott csak, hogy átvett Petőfitől egy kisebb csomagot, amit Kossuth rakott össze. Figyelj, én úgy hivatalosan most nem adhatnám a nyomdát, de mi lenne akkor, hogyha ezért a kis pénzért ellopnátok meg, vagy elfoglalnátok egy nyomdát, és akkor tiétek az egész. Súlya dolgok ezek ám. Egy forradalom nem olcsó. Figyelj, most azonnal vágja államba. Petőfinek nem kellett több, mert ő tudta, hogy Bargozinban mindjárt kiköt. Olyat nyomott, érted, hogy életében még ekkorát nem ütött, érted? Aztán de meg nem kapott még ekkorát, érted? És ugye ebben a pillanatban hátrahanyatott, majd Petőfi nyitott hátra a 16 ezer embernek, miénk a nyomda? Majd Petőfi követett a nemzeti dalt, mert fejből ő se tudta. Hát én erre iszom, mert ezt nem bírom másképp feldolgozni. Petőfiek meg voltak győződve róla, hogy gyakorlatilag a börtön az börtön. Az ember ott ki van kötözve, naponta bemennek egy négyszer, ötször, mocskosul megverik, utána megkérdezik, hogy verjünk-e még, akkor azt mondja, hogy nem, akkor verik egy ötször, hatszor. Ezzel szemben Táncsics, aki tudta, hogy ki fogják szabadítani, hiszen meg volt beszélve. Tehát neki mondták az őrök, hogy meg szabad vagy, hát nyitva az ajtó. Nem. Én nem vagyok szabad, nem vagyok szabad. Én megvárom a 19-ét, amikor hármat kopogtattak a megbeszélt jel szerint, akkor fogom annyit mondani, hogy jó, és a nemzeti dal, de valami ital nincsen? Akkor, amikor megérkeztek Petőfiék, akkor azt se tudták, hogy hol vannak. Táncsics ott nem várta őket, hogy kiszabaduljon, hanem gyakorlatilag olyan szinten horkolt, hogy nem is tudták, hogy Táncsics ott van. Így, Táncsics így aludt. Most akkor mi lesz? Megakad a forradalom? És egyre bonyolult kényét mondod, azt mondja, jobb az, hogyha olszik. Addig sem mond semmit. Fölvitték a vállukon. Táncsics édesen aludt, azt sem tudta, hogy forradalom van. Hiszen négy nappal később kezdődik. Jókai meg hazament az anyjához, ő csak szabadkozott, hogy hát ne haragudj, anyám, bocsánat kérek, hogy nem voltam itthon, hiszen most már kiszedted a leves, de most már itt vagyok, hideg, hát nem számít. Arról ne is beszéljünk, hogy Jókai felesége hogy beszélt el, azt mondja, igen, és milyen rohadtával beszélgettem, az a laborfalvi, az biztos ott volt. Abban a pillanatban, amikor Táncsicsot szabadították, még Jókai otthon volt. De kettő pillanattal később Jókai már hip-hop ott termett a színházban, ahol Laborfalvi Róza éppen Gertrudist próbált alakítani. A közönség az effektíve fel volt villanyozva. Ő egész nap azt az inputot kapta, hogy ma
meg forradalom van. Jókai, ő úgy döntött, hogy most kimegy a színpadra, azt megmenti a hazát. Kimegyek a színpadra, megmentem a hazát. Ennyit mondott Rózának, majd felpattant az agyába egy pillanat, hogy most gyakorlatilag itt nem neki kellene stand-upolni, hanem Táncsicsnak kéne elmondani a szónoklatát. Azt úgy döntött, hogy amíg Táncsics nem jön meg, húzza az időt. Fölolvasta konkrétan a kőszívű ember fiait a népnek. Depressziós állapotba kerültek, és úgy voltak vele, hogy a forradalom szempontjából ez mindegy. Az a lényeg, hogy áldozat legyen. Érted? Táncsics egy áldozat volt, mert megérkezett, akkor tudta meg, hogy áldozat, amikor megérkezett, hiszen már 4,5 órája hozták, és akkor pattant ki az agyából, hogy még egy feles kérek. Mert ilyen mocskos módon bebaha, még forradalmat nem hoztak létre Európába, érted? És ebből ki jött ki a legjobban? Pilvax.